közben követtük a tüntető tömeg másik felét, akik elindultak különböző általuk Fidesz-Bérenc médiának hívott székház elé felolvasni az 5 pontjukat. Mi most utolértük őket egy elképesztő rendőri felvezetéssel sétálnak Budán. Nemrég hagytuk el a Flórián teret. Voltak már a Riposznál és a Riposznál és a 888-nál. Nézzük, hogy most hova tartnak, azon utolérjük őket. Most addig a rendőrautókba csodálkozhatunk, gyönyörködhetünk. Hihetetlen, hogy mekkora felvezetést, vagy követősereget kaptak inkább, úgy mondom. Kiscelli utcán követjük a tüntetőket. Mondom, nagyon meglepő ez a rendőri kíséret, amit kaptak maguk mögé. Rengeteg járőrautó, kisbusz. Lezárások mindenhol. Az újságíróknak se volt könnyű dolga, nem is enged át a zöldön a rendőr. Szóval őket se engedték kocsival tovább. Ez a rendőr se engedel, nem baj. Ő majd talán, köszönöm. Azoknak a nézőinknek, akik most csatlakoztak be, az MTV a székház előtt tüntetők egy része, több száz ember fogta magát és elindult az általuk Fidesz-Bérenc médiákhoz felolvasni, a médiumokhoz felolvasni az 5 pontot. Most pedig eljutottunk már a Bécsi útra, vagyunk az egykori Népszövetség székház előtt. És itt egészen elképesztő rendőri kíséret. Jöttek ide a tüntetők. Ez a néhány száz ember kapott egy szép kíséretet. MediaWorks székháza előtt vagyunk. A Népszabadság sajnálatos bezárásánál nagyon sok fotó, videó készült itt. Emlékezhetünk rá talán innen, máshonnan nem is. Most ugye már más tulajdonosa van a cégnek, mint akkor. És ide jöttek felolvasni az 5 pontot a tüntető. Esetleg ért a szériszóból, akkor most mondjuk el neki, hogy mit kíván a magyar Követeljük a rendszolgatörvény azonnali visszavonását! Követeljük a rendőrség!
Szabad bíróság! Szabad bíróság! Szabad bíróság! Szabad bíróság! Szabad bíróság! Szabad bíróság! Tegyelmékezetessé ezt az estét.